Május 2-ával elkezdődtek az idei érettségi vizsgák. Elsőként magyarból adtak számot tudásukról a fiatalok, országszerte 70.944-en közép, 2209-en pedig emelt szinten. A pécsi tankerületben 7 intézményben zajlanak a tesztek, 6 pécsi és 1 komlói gimnázium épületében. A jelenleg végzős évfolyamokon 23 osztályban 619 fő kezdte meg ma az érettségit. Rajtuk kívül még előrehozott érettségi vizsgára is jelentkezhettek annak idején februárban, és ők is megkezdték az érettségit, ők pedig 236-an vannak. Az előrehozott érettségi vizsgák 70%-a idegen nyelv, 25%-a informatika, a fennmaradó 5% pedig egyéb tantárgy, ismertette az adatokat a tankerület szakmai igazgatója. Mint azt Király Istvánné elmondta, az írásbelik május 2-től 23-áig tartanak, a szóbeli időszak pedig júniusban lesz. Az emelt szintű szóbeliket 1-től 9-éig tartják meg, a középszintű feleleteket pedig 13-tól 24-éig. Az előrehozott és rendes vizsgákon kívül azok is érettségizhetnek, akiknek már nincs tanulói jogviszonyuk. De vagy javító, pótló, vagy szintemelő vizsgát szeretnének tenni. Ők 30-an jelentkeztek ebbe a 7 intézménybe, amiről az elején szóltam. Ami még érdekes lehet a tantárgyi érettségik szempontjából, hogy 1%-a az emelt szintű érettségi lesz. Az alaptantárgyak közül egyébként matematikából 69 ezeren közép, több mint 5 ezeren pedig emelt szintű vizsgát tesznek, míg történelemből 66 ezer diák közép és mintegy 8 ezer tanuló emelt szinten érettségizik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a választott tantárgyak közül a természettudományi ágazat egyre népszerűbb az emelt szintű vizsgákon.